Kézműves és néptánc szakkört hirdet a Matyó Népművészeti Egyesület a következő tanévre. A foglalkozásokra az óvodásoktól egészen a középiskolásokig minden korosztályt várnak. A hungarikumok sorába tartozó, az UNESCO listáján szereplő Matyó kultúra tovább éltetéséért számos lépést tett már eddig is a város és több civil szervezet. A Matyó Népművészeti Egyesület új kezdeményezésként kézműves és néptánc szakkört hirdet, melyre óvodások, általános iskolások és középiskolások jelentkezését egyaránt várják. Nagyon nagy problémát jelent az utánpótlásnak a biztosítása, hiszen a fiatalok annyi sok lehetőséggel szembesülnek ma, annyi program és annyi közösség kínálja fel a részvételi lehetőséget, hogy talán egy picit háttérbe került a Matyó folklórnak, a Matyó népművészetnek az utánpótlás nevelése. Azt gondolom, én mint felelősen gondolkodó ember, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak, és nem csak a Matyó Népművészeti Egyesületre gondolok természetesen, hanem Mezőkövesd városra, vagy akár a három települést együttvéve, azt gondolom, hogy cselekednünk kell, és most valójában azt a kezdeményezést tártuk a város elé, hogy egészen pici kortól, tehát óvodáskortól egészen a középiskoláig bezárólag szakköri lehetőséget kínálunk fel valamennyi korosztály számára. Szervezése elkezdődik napokon belül ezeknek a kis közösségeknek, és attól függően, hogy milyen érdeklődés indul be ezek iránt, az iskola, az adott iskola épületén belül, vagy itt nálunk a Népművészetek házába próbálunk olyan feltételeket teremteni, természetesen szakképzett oktatókkal, az anyagköltségnek, illetve az infrastruktúrának a biztosításával, amitől azt reméljük, hogy születnek majd újabb kis jankóborik, születnek új Kovács Szabolcsok, új olyan néptáncos tagjaink, akik majd hosszabb távon is örömmel és nagy szeretettel fordulnak e felé, a műfaj felé. Úgyhogy minden szülőt és minden gyereket kérünk arra, hogy figyeljék a hirdetéseinket és kapcsolódjanak be ebbe a tevékenységbe. A foglalkozások a kellő létszám megléte és a csoportok felosztását követően várhatóan szeptemberben indulhatnak majd el. A szakkörökről, a jelentkezés módjáról további információt a Matyó Népművészeti Egyesületnél telefonon, illetve személyesen kérhetnek.